Atyának, a fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Megáldotta a most kialakított lelkipásztori irodát a megyés püspök a szerdai átadón a Pécsi központi temetőben. Itt nyújt segítséget a gyászolóknak az egyház új lehetőségként, hogy a hozzátartozók könnyebben tudják megoldani a búcsúztatással kapcsolatos teendőiket. Meg kell oldanunk a temetést, meg kell oldanunk irodák problémáit, ügyeit, és ebben a ügyben itt a temetkezési vállalat 100%-osan segít mindenben. De a szertartás részben, hogy egyházilag vagy római katolikus oldalról hogyan tovább, ebben itt természetesen nem tudnak segíteni, és ebben kell nekünk is ideállnunk a gyászolók mellé, és erre óriási igény volt már. Itt az egyházi irodában például segítenek felvenni a kapcsolatot azzal a pappal, aki a szertartást végzi. Itt lehet egyeztetni a búcsúbeszédekről, a temetés részleteiről. A gyászolók a gyakorlati tudnivalók mellett lelki segítséget is kapnak, akár többször is visszatérhetnek ide gyászukkal, tudtuk meg a püspöktől. Akár a lelkipásztornál, akár akik ebben lelkileg érzékenyek és tényleg tudnak segíteni, akkor ott kérjenek segítséget a gyász feldolgozásában. Vannak atyák, lelkipásztorok, akik ebben általánosan minnyáján képzettek vagyunk ezen a területen, de van, akik speciálisan is képezte magát, hogy a gyász munkában, a gyász szenvedésének megélésében szakmai segítséget tudjon adni. Ezt a segítséget is felajánlják az irodán keresztül, mondja Felföldi László. A lelkipásztori szolgálat irodája igazodik a temetkezési vállalat ügyfélszolgálatához, ugyanolyan rendben lesznek nyitva.